Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja, Isten hozott titeket! Hogyha még nem láttátok ezt a műsorunkat, akkor az a címe ennek, hogy Isten népe ébresztő, és ilyenkor rövid, igei üzenetekkel szoktuk kezdeni a napot, és azzal, hogy imádkozunk az Úrhoz, kérünk tőle bölcsességet és vezetést erre az adott napra is, szeretnénk most elkezdeni egy imával. Uram, hálát tudunk neked, Uram, ezért a mai napért, Uram, és a Te igéd azt mondja, Uram, hogy megszárad a fű és elhull a virág, de a Te igéd az mindörökké érvényes marad, Uram, és így kezdjük a mai napot is, Uram, veled, a te igéddel, Uram, te vagy a kezdet és a vég, te vagy az alfa és az omega, te vagy a megölt bárány, és te vagy a győztes oroszlán, a júdabeli oroszlán, a Jézus nevében. Ámen. A mai üzenetnek a címe, hogy helyezd az életedbe. Kíváncsiak vagytok, hogy mit kell az életedbe helyezni? Azt mondja a Zsoltárok 119.89. Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben. Soha ne fogadjál magadról olyasmit, ami ellentétes Isten igéjével. Soha ne kérdőjelezd meg az ige hitelességét. Hidd el, fogadd el, és vald meg, hogy az vagy, akinek Isten mond téged. Hogy azt birtoklod, amiről Isten mondja, hogy birtoklod. Hogy arra vagy képes, amire Isten mondja, hogy képes vagy. Engedd, hogy Istennek az igéje egy új látásmódot, egy új gondolkodásmódot adjon neked. Ne mondd, hogy beteg vagy, csak mert a betegség tüneteit érezted a testedben. Ha így beszélsz, Isten igéjével szemben foglalsz állást. Az ige azt mondja, ha az ő szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból, bennetek él, és azt mondja Kriszpásztor, és hála Istennek, hogy ő bennetek él, akkor ugyanaz a szellem megeleveníti a ti halandó testeteket. Ezt a Róma 8.11-ben mondja az ige, és nagyon fantasztikus. És a, az emberi, emberi értelemnek ez, ez nehezen felfogható, hogy ugyanaz a szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz a szellem lakozik bennünk. De ez így van, ez a valóság. Istennek a szelleme lakozik bennünk, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. És mit mond az ige? Mit csinál a Szent Szellem bennünk? Megeleveníti a mi halandó testünket. Hálelója! Ezért a megvallásodnak mindig úgy kellene hangoznia, hogy a Szent Szellem megelevenít, az Isteni egészség az én természetem, és ez csak egy áldás a sok közül, amelynek részese és élvezője vagyok Jézus Krisztusban. Hogyha gyengeséget, csüggedést, valaminek a hiányát érzékeled, ne fogadd el ezeket a természet ellenes érzéseket az életedben, ugyanis a te életed Isten dicsőségét tükrözi. Az 1 Péter 2.9-ben az ige azt mondja, az egyik bővített fordítás alapján, ti pedig egy kiválasztott faj, egy királyi papság, egy szent nemzet, Isten saját megvásárolt különleges emberei vagytok. Hogy kielenthessétek a csodálatos tetteit, és bemutathassátok az erényeit és tökéletességeit annak, aki elhívott titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Isten kihívott téged a sötétségből az ő csodálatos világosságára, és arra rendelt, hogy bemutasd az ő erényeit, az ő tökéletességét, kielenthesd az ő csodálatos tetteit. Amen. Isten igéje gyakorlatias. Amikor egy ehhez hasonló igeverset olvasol, választanod kell. Mondd azt, áldott legyen az Isten, az életem telve van a Szent Szellem dicsőségével, szépségével, bölcsességével és kiválóságával. És az én nyilvánvalóvá teszem ezeket a világom számára. Tehát amit az igéből tanultam, amit kielentéseket kaptam, azokat nem tartom meg magamnak, hanem elmondom másoknak is, megosztom másokkal is, hogy velük is meg tudjon történni az a csoda, ami velem megtörtént. Ámen! Erre hívott el az Úr, ez az evangelizáció. Az ige azt mondja, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre válaszolj azzal, hogy igen, Uram, a te képességed miatt, amely bennem munkálkodik, a lehetőségeim határtalanok. Folyamatosan növekvő tűrőképességem van, hogy többet tegyek. Isten igéje csak akkor fog működni neked, amikor a megfelelő választ adod rá. Igen, Isten ég mindenható, és a mennybe lett helyezve, de neked a megvallásaid által kell a saját életedben elhelyezned. Amikor olvasol egy igét a, a Bibliában, akkor, hogyha megvallod azt, az szerint megvallást teszel, akkor teszed a magadévá, akkor teszed érvényessé az életedre nézve. nem. És azt mondja a zsidókhoz írt levél 13. részének 5. verse, ő mondta, ezért bátran mondjuk. Hálalója. És mondjátok utána ezt a megvallást. Az életemet Isten tökéletességre alakította és tervezte. Isteni egészségben, bővölködésben, és igazságban járok. Krisztus az én képességem és hozzáértésem. Rajta keresztül minden lehetséges számomra. Tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy mit birtoklok, és hogy minden lehetséges számomra. Krisztusban, és a lehetőségeim határtalanok. Halleluja! Maradj most még egy pár percig Istennek ebben a jelenlétében, és gondolkodj ezeken az igéken, és utána így indulj neki ennek a mai napnak. Áldott napot kívánunk nektek! Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép! Isten népe, ébresztő.